Rákosmente önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a korszerű egészségügyi ellátás megteremtésére, így a felnőtt fogorvosi ellátás minőségének javítására is. Ennek érdekében egy autokláv sterilizáló berendezést vásárolt az Egészségház utcai felnőtt fogorvosi rendelő munkatársai számára közel 2 millió forint értékben. Az eszköz március 4-i átadásán jelen volt Dunai Mónika országgyűlési képviselő, Horváth Tamás polgármester, dr. Füzesi Péter alpolgármester és dr. Farkas Tibor főorvos is. Az autokláv sterilizáló berendezések működésének lényege, hogy automatikusan légtelenítik belső munkaterüket, majd túlnyomásos vízgőzt juttatnak a készülékbe, amely adott hőfokon és időtartam alatt elpusztítja a mikroorganizmusokat. Rákosmente önkormányzata a korszerű egészségügyi ellátás megteremtése érdekében egy ilyen szerkezet átadásával járult hozzá az Egészségház utcai felnőtt fogorvosi rendelő működéséhez. Horváth Tamás polgármester utalt rá, a pandémia idején különösen is lényeges, hogy a szakemberek a betegellátás során használt eszközöket körültekintően tisztíthassák. Két szempontból nagyon fontos ez az eszköz. Egyrészt azért, hogy a sterilizálás egy kicsit jóval hatékonyabb módon tudják elvégezni, másrészt gyorsabb is, hiszen a három praxis együtt tudja kezelni, hiszen egy fél órás működés után az eszközöket újra használhatják. Hát ez úgy gondolom, hogy a járványhelyzetben különösen fontos, hiszen a fertőzés veszélyeknek a minden szempontból való kizárását is elő fogja segíteni, és egy biztonságosabb működést tud biztosítani a fogorvosok számára. A készüléket dr. Farkas Tibor főorvos vehette át a városvezetőtől. A szakember hangsúlyozta, nagy öröm számukra, hogy a helyhatóság törekszik az egészségügyi ellátás korszerűsítésére. Az immár 41 esztendeje praktizáló fogszakorvos úgy fogalmazott, kollégáival a kerületi polgárok egészségének védelme érdekében végzik tevékenységüket, a rendelkezésre álló modern eszközökkel pedig még egyszerűbbé válhatnak majd a mindennapok. Ezt tulajdonképpen azokat a műszereket tudja sterilizálni, az infekciókontrollt biztosítani, amit idáig hideg sterilizálással munkaidő és munkaigényesen kellett betegenként elvégeznünk. Most ez abszolút 100%-os biztonsággal megoldható mind a hat praxis számára olyan berendezést sikerült beszerezni, ami ezt biztosítja teljes mértékben. Tehát nagy mértékben megkönnyítette a munkánkat, és a kerület lakóinak biztonságát is maximálisan lefedi. Az eseményen jelen volt Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője is, s mint utalt rá, az emberek biztonságának és egészségének biztosítása elengedhetetlen, és éppen ezért lényeges, hogy az önkormányzatok az alapellátásban is különféle fejlesztéseket tudjanak nyújtani az érintettek számára. A koronavírus járvány idején pedig ez a törekvés talán még fontosabb, mint valaha. Tudjuk jól, hogy most a koronavírus járvány harmadik hullámában ismét egy erőteljes fertőződés hullám vonul rajtunk keresztül. Ezért azt kérem, hogy a következő 2-3 hétben, bár látszik már az egésznek valahol az alagút végén a fény, de nem szabad lazítani. Azokat az intézkedéseket is kérem, hogy nagyon tartsa be mindenki, és értse is meg, mert ez mindannyiunk érdekében történik, amelyet a kormány éppen most hozott meg. Ezek nagyon fontosak, és ezen keresztül tudunk csak majd a normál életünkbe visszakerülni, remélhetőleg húsvét után fokozatosan. Dunai Mónika hozzátette, mindannyian nehéz időket élünk, de továbbra is legyünk türelemmel. Aki pedig még nem tette, jelentkezzen és regisztráljon a www.vakcinainfo.gov.hu oldalon, hiszen a tömeges átoltottságot követően fokozatosan térhet csak vissza az élet a régi kerékvágásba.